Nagy szeretettel köszöntöm a Fekete István Szabad Egyetem mai teltházas előadásának hallgatóit és internetes nézőit, és különös tisztelettel köszöntöm a legendás íjkészítőt, lovasíjászt, a modernkori lovasíjászat megteremtőjét, Kassai Lajos urat. Hát számomra rendkívül megtisztelő, hogy időnként beszélhetek vele telefonon is. Külön megtisztelő, hogy 2 éve a majálisunkon is köszönhettük őt egy lovasíjász bemutatóval, amikor már előre kikötötte, hogy nem csak bemutatót szeretne tartani, hanem a lelkekhez szólni is, és mindenképp egy megfelelő keretet próbáltunk már ott is biztosítani, de talán egy majálison nem sikerül olyan elmélyülten beszélgetni, mint amire most itt a Szabad Egyetemünk keretében viszont lehetőség lesz. Hát aztán volt alkalmam a gyermekeimmel megcsodálni Kaposmérő melletti Kassai völgyben a pozsonyi csata emlékére rendezett szintén legendás nyílzáport is, és hát nagyon örülök, hogy most itt is ilyen keretek között találkozhatunk. Hát egyébként régi barátja ugye Mónus József, a fehér farkas, akinek egyik nyílveszőjét lehet itt a falon a relikviáink között a Szabad Egyetemünk alapító okirata mellett látni. És hát, hogyha már egy világrekorder tradicionális távlövő íjászról beszéltünk, akkor hát mondhatjuk, hogy szintén többszörös Guinness világrekorder, aki ma hagyomány és modernitás színmel fog tehát előadást tartani nekünk. A Hungarikumnak is minősülő kassai féle lovasíjászat máig emblematikus alakja, egy nemes lelkű gondolkodó magyar, Kassai Lajos. Nagyon szépen köszönöm. Én nem szoktam előadást tartani. Legyenek kedvesek, tegyék fel a kezüket azok, akik már voltak a völgyben nyílt napon. Jó, nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek. Tegyék fel a kezüket azok, akik úgy voltak a völgyben nyílt napon, hogy a beszélgetésen is részt vettek. Itt már kicsit kevesebben vannak, de nagyon fontos az, hogy 35 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem azzal a gondolattal foglalkozni, hogy megpróbálok minél közelebb kerülni az őseinkhez, és már a rendelkezésemre állt ez a hely, a völgy, akkor hoztam egy döntést, hogy minden hónap első szombatján ezt a völgyet kinyitom, és minden hónap első szombatján el lehet jönni azoknak, akik érdeklődnek az ősi kultúra, a lovasíjászat, az íjászat iránt. És hát 4 voltunk az első alkalommal, viszont ma már vagyunk vagy 400 egy-egy ilyen alkalommal, és ebből a 400 emberből nagyon sok esetben van vagy 100, aki szeretne ezeken a beszélgetéseken részt venni. És a kezdeti kérdések azok akörül mozogtak, hogy melyik a vezértól, hova helyezzem az idegen a vesszőt. Ma meg a modernitás hagyomány, az eketa betegség, különböző társadalmi kérdések foglalkoztatják az embereket, és nagyon jól működnek ezek a beszélgetések, mert nem előadásokat tartok, hanem mindenki kérdezhet abból a témakörből, ami éppen érdekli, vagy úgy gondolja, hogy esetleg választ kaphat felőlem ezekre a kérdésekre. Úgyhogy én szeretném ezt a hangulatot, a völgy hangulatát ideidézni, hogyha lehetne, és nagyon szeretném azt, hogyha kérdéseket tennének fel azzal a témával kapcsolatban, amivel én foglalkozom, a lovasíjászat, és én nagyon szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre. 2 friss élményem van. Én 2 napja jöttem haza Szaúd-Arábiából és Kuwaitból, mert 10 évvel ezelőtt elkezdtem fejleszteni azt a térséget, hogy a lovasíjászat induljon el, és legutóbb 2 éve voltam a sivatagban, a szaúd-arábiai sivatagban, ahol néztük, hogy majd itt lesz a lovasíjász pálya, és majd itt egyszer el fog indulni a magyar alapokon a lovasíjászat, és hát bennem, megmondom őszintén, voltak kérdőjelek, hogy mi fog ott megvalósulni a sivatagban ezekből az elképzelésekből, de 2 év munka, és hát valami nagyon csodálatos eredmény született. Én járom a világot, és ezt a kultúrát a világ minden részére viszem. Az Egyesült Államoktól Kínán keresztül Oroszországon át nyilvánvaló Európa, és most ebben az arab térségben is, és bizony derekassan megállták a helyüket, egy nagyon jó minőségű pályát, egy nagyon jó szervezett versenyt rendeztek, úgyhogy a lovasíjászat elindult magyar alapokon Szaúd-Arábiába.
onnét átmentem Kuwaitba, mert ez egy olyan egy órás, másfél órás repülőút, ott megnéztem az előkészületeit a pályának, nagyon jó állapotban van. Ez a pálya novemberben lesz átadva, és szépen lassan ez a térség, az arab térség el fog indulni, és hát én reményem szerint még az én életemben ez egy világméretű rendszer lesz. A legfrissebb élményem pedig az, hogy a Budaházi Edda megkért, hogy mondjak valamit a Gyuri érdekébe, és mindig utólag vagyok okos. Tehát én ott álltam a kamerák előtt, tessék, és akkor az ember elmondja azt, ami hirtelen eszébe jut, de hát ez egy nagyon hosszú téma. Tehát nagyon hosszú téma. Ugyanis a Budaházi György, ami lakmuszpapírunk, ami állatorvosi lovunk, rajta keresztül ennek a nemzetnek az összes nyavajáját lehet látni. Lehet látni ezt a fajta aszimetriát, ami bennünket jellemez, lehet látni azokat a traumákat, amiken ez az ország végigment. De azért bocsánatot kérek, mégiscsak az, hogy az ember most már járja a kálváriáját több mint 14 éve? 14 éve, 17 év fegyház, meg én el nem tudom képzelni micsoda, miközben az Antifának titulált társaság, de itt az Antit nyugodtan kihagyhatjuk ebből a jelzőből, ide jönnek a hazánkba, és itt szarrá vernek embereket. És aztán hazamennek. És itt vannak kollaboránsok, akik ezeket támogatják, akik mutatják nekik, hogy hova kell menni. Szóval egyszerűen azt mondom, hogy ha a Budaházi György egy terrorista, akkor tessék elítélni a terroristát. De akkor mindenkit kezét csókolom. Tehát akkor ne csemegézzünk itt, ne válogassunk, ne az legyen, hogy a Budaházi kap 17 évet, akik meg a szemeket kilövetik, azoknak meg a hajaszála se görbül. Tehát valami nagyon felháborító dolog van ebben az aszimetriában, amiben mi élünk, hiszen ez egy elképesztően traumatizált nemzet. Beteg a magyar néplélek. Beteg a magyar néplélek. Nagyon sok transzgenerációs traumát hordozunk magunkkal, és hát ennek a feloldása ez nem úgy látszik, hogy eddig nekünk még nem sikerül. Na, viszont most én elmondtam a hirtelen érményeimet, önök következnek. Ha van kérdésük, akkor kérem, hogy tegyék fel. Van egy mozgó mikrofon is, kérjük, hogy ebbe mondják, és akkor ott hátul is van egy, és akkor igyekszünk innen is, onnan is szólítani. Esetleg még bátortalanok az emberek, megragadom az alkalmat Budaházi György kapcsán, bár nem egy ilyen, talált, hogy az előadás mélységéhez nem egészen illik, de egy régi anekdotát mindig elfelejtettem egyébként megkérdezni. Pedig talán Gyuri mondta, hogy igaz, hogy a bujkálása alatt a 2006-os években nálad is megjelentek valahol a kassai birtokon is azok a rendőrök, akik őt keresték? Vagy hogy volt ez? Tehát a szolidaritás, azt látjuk azóta is megnyilvánulni sok kiállásban, de ez azokban az években hogyan volt, hogyan történt? Most már lehet talán erről beszélni. Én az Eddát ismertem meg korábban, mert az Edda lovasi jászott, és én a Gyurit később ismertem meg, de mondhatom azt, hogy köztünk egy jó barátság alakult ki, rengeteget vitatkoztunk, rengeteget beszélgettünk a hazáról, ahogy ő elképzeli ennek az országnak a jövőjét, ahogy őt bosszantotta az a cinizmus, ami a baliberális oldalt jellemezte a hatalma során. Szóval nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat vitatkoztunk. Nagyon sok dologban nem értettem egyet abban, ahogy ő gondolkodott. Mindig volt, de azt gondolom, talán ezek termékeny beszélgetések, viták voltak. A lényeg az, hogy ez köztudott volt, hogy köztünk van egy jó kapcsolat, és egyik éjszaka szirénázó rendőrautókra ébredtem, és pizsamába szaladtam le a kapuhoz, ahol egy nagyon kigyúrt, nagyon kopasz, de nagyon udvarias rendőrtisztnek nyitottam ki a kaput, aki köszönt, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, jó napot, vagy jó éjszakát, vagy jó estét van, de hogy jó napot van. Mondom, ismeri a Budaházi Györgyöt? Mondom, igen, ismerem. És milyen viszonyban van velem? Mondom, nagyon jó barátságban vagyunk. Itt rejtőzködik önnél Budaházi György? Mondom, nem. Körülnézhetünk? Mondom, tessenek, parancsoljanak. Mekkora a terület? 15 hektár. Így hátrafordult, még volt négy
villogó rendőrautó, na menjünk a picsába. Nem jöttek be, elmentek, és megmondom őszintén, ez érdekes volt, mert most vagy keresek valakit, vagy nem, nem? De bocsánat, a tenkes kapitányában ezt máshogy láttuk, ott beleszurkáltak a szénabogjákba, én azt gondoltam, hogy ha már van az állam részéről egy szándék, hogy 4 kocsinyi rendőrt éjszaka leküldünk Kassai Lajos birtokára, akkor azért ott alapos munkát végeznek. Nem működik az állam? Vagy? Intelligens, udvarias emberek voltak, fiatal emberek voltak, és én nem éreztem bennük azt a mindent elsöprő szándékot, hogy ők most tűvé tesznek mindent azért, hogy őt megtalálják. Gyakorlatilag bújhatott volna ott a pajtába vagy a jurtába akárhol. Nem tudtam, hol van a Gyuri egyébként. Tehát volt egy ilyen korszak, ez hányban volt ez a... 2007, 8, 2006-ban is. Na, tehát ez az én rövid történetem. És akkor a mikrofon készen áll hátul is. Itt van egy... Itt szemből kell a mikrofonba mindig, jó? Láttam azt a beszélgetést, kerekasztal vagy társas beszélgetést egy vacsora mellett az ön birtokán, nem végében vették föl, halójelnő, stb. Részben. Most ott sok téma befejezetlen maradt. És szeretném megkérni, hogy esetleg pár gondolatot, amit még nem tudtak megbeszélni, vagy ön nem tudott elmondani, azt, hogyha megosztaná velünk, az lehet, hogy érdekes lenne. Hiszen ott a hazáról, jövőről, magyarság kérdéséről nagyon sok minden, férfiak szerepétől kezdve minden. Többnyire befejezetlenül maradnak ezek a beszélgetések, mert Isten igazából én azt látom, hogy ennek a kultúrája nálunk nincs meg. Tehát ez a Fenyő Ivánnak a baráti társasága volt, én az Ivánt nagyon szeretem, nagyon régóta jó barátságban vagyunk, és jött ezzel a gondolattal, hogy üljünk le, beszélgessünk, elképesztő ízléssel oldotta meg. Tehát nagyon jó felvételek voltak, jó operatőri munka volt, nagyon szépen leszervezte ezt az egészet, de Isten igazából nem volt vezérfonal, az volt, hogy üljünk le és beszélgessünk el egymással. Én azt látom ezeknél a beszélgetéseknél, nagyon sok ilyen beszélgetésnek voltam résztvevője, tanúja, hogy egy kicsit a folyók a sivatagba folynak. Tehát nincs igazán egy olyan konszenzus, vagy egy irányvonal, hogy most fölállunk az asztaltól, és attól a pillanatok kezdve, hogy ettől az asztaltól fölálltunk, mindenki tudja, hogy merre van az előre, és elindul abba az irányba. Egy kicsit ilyen intellektuális maszturbációk ezek. Én nagyon sokat láttam a tévében, és mondom, hogy én is soknak voltam a része. Elsikkad az a fajta, hogy születik, van egy analízis, föltárjuk a hibákat, ki mit lát ebben az országban, kinek mi az a terület, aminek a legjobb ismerője, összedugjuk a fejünket, hozunk egy döntést, és fölállunk ezzel az asztaltól azzal, hogy na most akkor ez az irány. Ezek nálunk nem nagyon vannak. Tehát nem igazán van ennek a dolognak kultúrája, és nem ezekben a... Nagyon sok kérdésben nincs konszenzus. Tehát, hogy én szerintem alapkérdésekben egy nemzet számára kellene, hogy konszenzus legyen. Én nem gondolom azt, hogy jobboldali, baloldali ember között a haza, ne a központi kérdés kellene, hogy legyen. És amikor szociális dolgokban, kulturális dolgokban, nagyon sok mindenben eltérhetünk egymástól, de amikor a haza kerül a figyelem homlokterébe, akkor ott kellene egy konszenzus. Hát nálunk ez nincs meg a nagy tektonikai törésvonalak mentén is, de ilyen kis asztaltársaságokban se nagyon. És hogyan látná, hogy ezt fejleszteni lehetne, vagy pedig egy olyan értelmű teset? Medelbe terelni. Medelbe, és értelmiségi, vagy konszenzus létrehozni? Hát nézze, nem a... Nem megy ez így, tehát gyakorlatilag nekem az a véleményem, hogy kell, hogy legyen egy olyan réteg, aki képes átlátni bizonyos folyamatokat, aki képes felelősségteljes döntést hozni, és ezeket a döntéseket meghozza. Tehát az, hogy legyen atomerőmű, bocsánatot kérek, de engem ne tessenek megkérdezni, nem vagyok atomfizikus. Hát csinálhatunk népszavazást, hogy legyen-e atomerőművet, csak én nem értek ehhez.
Tehát nekem bármit mondhatnak erről. El tudják velem hitetni, hogy káros, el tudják velem hitetni, hogy hasznos. Ugyanez az akkumulátorgyárakkal is. Ebbe se tudok döntést hozni, mert egyrészt látom, hogy kétségbeesetten építik a gyárakat Európa több részén, van egy nagyon nagy verseny ebben a tekintetben, mert az akkumulátorok egyre nagyobb szerepet töltenek be, feltehetően munkaerő lesz, most ez az én rálátásom. A másik meg egy állítólagos környezetszennyezés. De soha nem fog erről a témáról annyit tudni, hogy én érdemleges szavazatot adjak, hogy legyen-e vagy ne legyen. Tehát az, amit mi tudunk, átlagemberek, azok ilyen érzelmi döntések. Most az, hogy ezeket az érzelmeket melyik oldal korbácsolja fel jobban, abba az irányba fog a mérleg serpenyője elbillenni. Nem tudás alapú a társadalmunk, hanem érzelmi alapú, és egy olyan világban élünk, ahol a tudomány csak egy vélemény. Az is egy vélemény. Nagyon sokféle vélemény van. Én szerencsés vagyok a hazámmal, mert ez egy rendkívül szabad ország. Itt hiába mondják azt, hogy itt a sajtó, meg nem tudom, itt mindenki elmondhatja azt, amit akar. Nyilvánosság előtt is. Én is elmondhatom, ilyen színes vélemény a nyugati világban nincsen. Kizárt dolog. Tehát ott van egy narratíva, és hogyha valaki abban a narratívában nem fér bele, akkor azt kicsinálják irgalmatlan sebességgel. Nálunk ezt még valahogy meg lehet csinálni, és el lehet mondani ezeket a dolgokat, de akkor sem leszünk okosabbak, mert nem vagyunk akkumulátortudósok, ugye hát a napelem is egyfajta atomerőmű, tehát ezt is tudjuk. Csak kicsi. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ambrus Károly, azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt előbb a ló vagy az íj, illetve van-e olyan akár olvasmány élmény, vagy valami olyan személyes élmény, ami abba az irányba terelte? Mert gondolom, hogy akkor, amikor elkezdte, akkor nem gondolkodott azon, hogy ilyen méretűvé válik ez, de apránként gondolom, ez kialakult, és most már látjuk, hogy ezek szerint világszerte ismerős az eljárás. 6 éves voltam, amikor életemben először láttam a Csésebestyén Károly által megrajzolt honfoglaláskor íjnak a formáját. És ennek az a története, hogy Csésebestyén Károly volt az, aki precíz feltárásokat végzett, mert őt megelőzően leástak egy sírba, a sírból előkerülő tárgyakat kiszedték, berakták egy dobozba, bevitték a múzeumba, és elkezdték nézegetni, hogy mi micsoda. És nem jöttek rá, hogy azok a csontlemezek, amik az íj szarvát, markolat részét erősítették, hogy azok mik. Azt gondolták, hogy valami ruhadísz, hogy talán a tarsolynak lehet egy eleme. De amikor Csésebestyén Károly rajzolt egy nézetrácsot, elkezdett ásni, és ahogy előbukkantak ezek a tárgyak, ezt 3 dimenzióba berajzolta ezzel, akkor meg lehetett látni, hogy ez az íj szarva, ez a markolata és az íj másik szarva. És ez alapján ez a 1900-as évek századfordulója, 1910-20, amikor ő tevékenykedett. Ő megrajzolta ezt a formát, és én 6 éves voltam, amikor ezt megláttam, és hát egy nagyon, nagyon, attól a pillanattól kezdve én ennek a formának a hatása alatt voltam. Ez végigkísérte az egész gyerekkoromat, és én mindig ezt megpróbáltam deszkából kifaragni, lehajlítgatni, vödör fülét hajlítottam le, ami úgy nézett ki, csak az volt a baj, amikor megfeszítettem, úgy maradt, tehát ez egy rugalmatlan anyag volt. És aztán felnőtt fejjel megint nekiálltam, amikor már egy kicsit jobb technikai háttérrel rendelkeztem az őseink íját elkészíteni. Ehhez viszont már komolyabb szakembereket hívtam segítségül. Én akkori legnagyobb tudósát, László Gyula professzort megkerestem személyesen, hogy ez a 80-as évek, hogy mit tudunk az ősökről. És akkor én jártam ásatásokra, találkoztam olyan emberekkel, akik ennek a kornak nagy ismerői, és döbbenten tapasztaltam, hogy az, amit én tanultam erről a korról, meg ami a valóság, az köszönő viszonyban nincs egymással. Tehát ez egy nagyon magas kultúra volt, egy egészen elképesztő teljesítmény volt az, amit a magyarok leraktak itt a 9.-10. században az asztalra, és hát mondhatjuk azt, hogy nekem az ellenkezőjét tanították meg.
Hát több mint 50 fejezet hadjáratba vettünk részt, ebből nekem kettőt tanítottak, a két vereséget, Augsburgot és Merseburgot. Zseniális haditaktika volt, ahogy a haderőket vezették, de a pszichológiai hadviselés és a fegyverek tökéletes alkalmazása jellemezte a magyarságot ebben a korban, és egy nagyon céltudatos nép jelent itt meg, nagyon komoly nehéziparral, hiszen kohóink voltak, kohászatunk volt, Puszta Kovácsi, ami tőlem Kaposmérőtől nem messze van, onnét kapta a nevét, hogy a pusztai kovácsok ott tolvasztották a gyep vasat. És amikor elkezdték föltárni, akkor az első föltárásnál 24 kohót föltártak rögtön, és a kutatóárkok azt mutatták, hogy olyan 500 és 1000-re tehető a kohók száma, ahol a gyepvasat olvasztották. Tehát ahhoz, hogy a bizánctól brémáig hadjáratokat vezessenek őseink, ez egy nagyon komoly nehéz iparra volt szükség. Az a mese, hogy ez egy ilyen rabló banda volt, és úgy jutott bármihez, hogy a másiktól ellopta, hát ez teljesen szembe megy a valósággal. Hát nagyon komoly nehéz iparuk volt, természetesen ehhez hozzátartozó könnyű ipar is volt, és minden fiú férfinek született, és minden férfi harcos lett. Tehát gyakorlatilag minden férfi katona volt abban a korban, és ez tette lehetővé, hogy amikor 907-ben egy teljes európai haderő megtámadja a magyarságot, akkor Árpád vezetésével 3 nap alatt felőrlik ezt a haderőt, úgyhogy Gyerek Lajos királynak is futnia ki a Lenzburgba, ahol ez a 907-es pozsonyi csata. Ez egy nagyon érdekes gondolatot vett fel egyébként, mert megszüntették a honvédséget, és amikor megszüntették a honvédséget, itt mindenki örült és tapsolt. Megmondom őszintén, az egyik szemem sírt, a másik nevetett, ugyanis azt a hadsereget, amit a kommunisták csináltak, hát arra kurvára nem volt szükségünk. Tehát ott a megaláztatás, a szopatás, tehát értelmes dolgokat nem csináltunk, 2 éven keresztül fogkefével mostuk a WC-t, és nem tudom micsoda. Tehát egyrészt, hogyha most nagyon, még ennek az ócska kommunista történetnek is, ha nagyon akarom nézni az előnyét, akkor egy előnye volt ennek a dolognak, mégpedig az, hogy minden férfi katona volt. Mindenki. És a férfiaknak volt egy története. Én 23 éves koromra katonaviselt, nős, családos férfi voltam. Értik? Ez volt a menet. Mi volt a sztori? Én 63 éves vagyok. Elvittek bennünket katonának, nősülés. Én már a katonaság előtt megnősültem, elvittek katonának, ahogy leszereltem, jött a gyerek. Tehát volt egy menet. Leszakadtunk a Mama Hotelről. És hogyha megnézzük azt, hogy csak az állat, ha megnézzük az állatvilágot, akkor az állatvilágban egy szülő az életét dobja oda a kölykér. Legyen ez a fiókája, a kölyke, bármi. Az életét dobja oda gondolkodás nélkül, amíg ivar éretté nem válik. Akkor teljesen közömbösek lesznek egymás számára. Tehát attól a pillanattól kezdve az ivar érésnél, sőt, nagyon sok esetben például a hollóknál is üldözik a fiókákat. Addig az életét adja, fölneveli, de amikor ivar éretté válik, akkor le kell szakadjon. Na ez az embernél nincs meg. Az embernél a beavatási szertartásoknak volt nagyon nagy szerepe a mi kultúránkban, ahol fölhívták a fiatalok figyelmét 14 éves korban, hogy le kell szakadni a szülőkről, és férfivá válik, a döntéseiért felelősséget kell vállaljon, és egy másik korszakba kerül az élete. Talán egy picit a katonaság ezt a szerepet betöltötte, és attól a pillanattól kezdve, hogy nincsenek meg ezek a támaszkodók, amikről el kell, hogy mondjam, hogy rosszak voltak. Tehát ez nem volt jó katonának lenni. Tehát nem szívesen mentünk be ebbe a kommunista hadseregbe, de mégis valami ritmust adott az életnek, és kiszakadtunk a biztonságból, kiszakadtunk a szülői háttérből, bekerültünk egy teljes kiszolgáltatottságba, és hát ugye nem azt tettük, amit a mama főzött.
És hát akkor én már munkásszálláson túl voltam, én azért 14 éves koromban elkerültem otthonról, mire én katona lettem, hát az nekem a legkevesebb volt, de voltak kényesebb gyerekek, akik nem ették meg a katonai kosztot egy hétig. Hát aztán megettek mindent gyakorlatilag. Gyakorlatilag, és volt még egy dolog az, hogy a társadalom minden rétegéből ott voltak. Az olyan nyomorúságból odajött cigány, aki ott látott életében először angol WC-t. Együtt volt az orvos gyerekével. Minden réteg együtt volt. Együtt húztuk föl a surranót, és akik együtt húzták föl a surranót, attól kezdve egy közösséget alkottak. Tehát a társadalomban ez a fajta társadalmi rétegződés, megosztottság ez nem volt meg, ezért nagyon, nagyon, nagyon sokat jelentett. Én magam részéről egy olyan katonaság, ami nem ezeken az elmebeteg kommunistáknak az agymenésén van, hanem tényleg egy hazafias nevelésen, és egy olyan tradíció fenntartásán, ami ezeknek a fiataloknak a hasznára válik, én látnám értelmét. Én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, egy rendkívül hasznos, konstruktív tevékenység a fiatalok számára, és nem a fő cél a megaláztatás, és az, hogy két évig kényünk, kedvünk szerint csináljunk velük, amit akarnak, hanem egy olyan felkészítés arra a világra, hölgyeim és uraim, ami hamarosan be fog következni. Mert ne higgye az senki, hogy mi háború nélkül sokáig kibírjuk. A homo sapiens nem az a fajta, aki hosszabb időt háború nélkül el tud tölteni. Ez idő kérdése, hogy mikor csapnak össze a hullámok a fejünk fölött, és most, amit látunk, ezek az erőviszonyok újra rendeződnek. A második világháborút követően Nyugat-Európa hozott egy döntést. Ő azt mondta, hogy soha többet ilyen mészárszéket nem akar, és úgy védekezik ellene, hogy a nemzetállamokat felszámolja. Izrael hozott egy döntést, hogy soha többet nem akar egy ilyen mészárszékre kerülni, mint amire került, és hozott egy döntést, azt mondta, hogy ő egy erős nemzetállamot csinál. És a katonaság nem csak a férfiaknak lesz kötelező, hanem a nőknek is. Érdemes egy picit Izrael felé fordulni, és megnézni azt, hogy ők hogyan gondolkodtak erről a dologról. 180 fok a különbség az, amit Európa csinált, és amit ők csináltak. Hogyha Izrael nem hozza létre azt a rendkívül erős nemzetállamot, a szél elfújja onnan őket. Kevesen vannak. De ők látták azt, hogy bizony itt a fiatalokat nevelni kell, ezeket a fiatalokat elviszik katonának 3 évre, azt hiszem, és a nőket is beviszik, ha jól tudom, 1 évre, de ebben nem vagyok biztos. De létrejön egy olyan nemzet, hogyha ezeknek hadba kell állni, ezek hadba fognak állni. Itt van Európa, mit fogunk csinálni? Értik? Mi a könnyebbik utat választottuk, a kényelmesebb utat választottuk. Adjuk oda a tankjainkat, de hát nem indulnak el. Adjunk fegyvereket, na de hát patchwork lesz belőle. Értik? Ez egy patchwork. A francia, az angol, a német, ezek nem kompatibilisek egymással. Tehát a NATO-nak a hadereje a sok esetben a háromszorosa az oroszénak. Sok esetben háromszorosa vagy többszöröse. De sokféle. Tehát ahhoz, hogy az oroszokat meg tudják állítani, nagyon a sarkukra kellene állniuk, de én ezt nem látom. Én ezt nem látom. És egy nemzetnek rendelkeznie kell önvédelemmel, rendelkeznie kell azzal a józansággal, hogy itt ne gondoljuk azt, hogy most egy új történelmet írunk Fukuyamáék. Hát ne, tehát a világ az ugyanaz, semmit nem változott. Az orosz az orosz. Az mindig az volt. De ki az, aki ezen meglepődik? Hát ne gondolkodjanak azon, hogy Putyin rosszat álmodott és elnyitott egy virágháborút, az orosz, az mindig is ilyen volt. És higgyék el, hogy az amerikai is olyan, mint az amerikai. Hatalomból cselekszik. Most hoznak egy döntést, hogy nemzetközi bíróság elé kell állítani Putyint. Jó, rendben van. Megint itt vagyunk a Budaházinál, nem? A Budaházi egy terrorista. Én azt mondom, hogy igen, Budaházi feleljen azokért a bűncselekményekért, amit adott esetben elkövetett. Na de mi van a többivel? Mi van az amerikaiakkal? De most nagyon sokat mozgok itt Közel-Keleten, és hát azt a földdel tették egyelővé azokat az országokat. Hát ott olyan ember áldozatok vannak, hogy maguknak arról fogalmuk nincs. Hogy micsoda nyomorúságot hagytak ott Irakba. Hogy földdel tették egyelővé Szíriát. Ez egy kis földi paradicsom volt. Tehát eszméletlen mészárszékeket csinált mindvégig a nyugat, most valahogy a nyugat fölkapta fejét az oroszon. Mindegyiket elítélem.
de egyformán. Hosszú volt. Köszönöm szépen. Parancsolj. Bányász Fajos vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy mi lenne a megoldás a mai fiatal körébe a nemzet és a haza szeretet? Ez minthogyha egyébként, ha megkérdezed a fiatalokat, mintha hideg vízzel öntenéd le. Jó, én elmondom, hogy én ezt hogy látom. Én mindig 2-3 év közötti fiatal csikókat vásárolok, és mindig méheneket. Lehetőleg olyan lovakat legelőről, amit még emberi kéz nem érintett, mert azt tudniuk kell, hogy 100 lóból van egy hülye, és 100 lovasból van egy normális. Az a jó, hogyha azt emberi kéz nem érintette, mert akkor én tudom vele fölvenni a kapcsolatot, és bizony, amikor egy mén odajön, azt tényleg nem lehet megérinteni. Tehát nem lehet hozzáérni. Tehát agyon akarja rúgni az embert, ő keresi a hierarchiában a helyét, és elindul egy elképesztő küzdelem, ami hetekig, hónapokig eltarthat, és addig tart, amíg a ménesben, ebben a hierarchikus rendszerben ő nem találja meg a helyét, és ezek vérre menő küzdelmek. Vesztettem már lovat így, hogy egyszerűen olyan mértékben csaptak össze, hogy nem élte túl a ló. Ez egy kritikus élethelyzet, de hogyha túlélik, akkor kialakul egy rangsor, mindenki tudja a helyét, és attól a pillanattól kezdve béke van. És hát ott volt a fiatal csődör, fönnáll a dombon a kerítés mellett reggel. Hát mondom, látom, biztos a többiek kiközösítették, ugye itt ilyenkor nagyon nagy harcok vannak, nem mennek oda. Délben még mindig ott áll fönn a kerítés mellett. És akkor délután még mindig ott állt a kerítés mellett, akkor fölmentem. És a birkák leszakították a szögesdrótot, rátekeredett a lábára, és csontig bevágta. Egy szögesdrót volt csontig belevágva egy csődör hátsó lábába. És nekem ezt a szögesdrótot a harapó fogóval úgy kellett kiszedegetni, hogy közben a ló engem nagyon akart rúgni. Ezt érzem én a fiatalokkal. Értik? Tehát, hogy mi látunk valamit, amit ők nem látnak, hogy ebből baj lesz. Hogy valamit tenni kellene, hogy elszakadtak a valóságtól, elszakadtak a realitásoktól, és én mindig ilyen helyzetben vagyok, én mindig úgy érzem magam, hogy ott állok a harapófogóval emellett a ló mellett, és a szögesdrótot ki akarom szedni a lábából. Mert mindaz, ami a józanság, és mindaz, ami a realitás, a mi kultúránk elkezdett szembefordult a fegyelemmel. Szembefordult a hierarchiával. Szembefordult a tisztelettel. Gyakorlatilag mindennel szembefordult, ami ahhoz kell, hogy itt egy nagyon, nagyon életképes nemzedék nőjön föl. Akkor, amikor én lovat képzek, akkor én nagyon sok időt szánok arra, hogy a bizalmat fölépítsem. És minden élőlény közti kapcsolatnak az alapja a bizalom. Ez az első. Nekem van hollóm, vaddisznóm, bivajom, szürkemarhám, mindenféle állat van. De mindegyik élőlényel a közös nyelv a bizalom. És ez nincs másképp az emberekkel sem. De az első kapcsolat, az első ismerkedés, az mindig a bizalomnak a felépítése kell, hogy legyen. De abban a pillanatban, ahogy ez a bizalom fölépült, ami adott esetben évekig is eltarthat, tehát ez nem egy 5 perc, hogy az a ló, ami emberi kéz nem érintett, és engem agyon akar nyúlni, agyon akar rúgni, én annak föl tudjak ölni a hátára. Az nem lehet egy kényszer, az a bizalomnak lehet. De hogyha én ezt a bizalmat elértem, a következő lépcsőfok az a tisztelet. Hát hiába bízzunk meg egymásba, hogy az állat engem nem tisztel, keresztül megy rajtam. Nem foglalkozik velem. Na most az életnek ezek a nagyon egyszerű alapszabályai a természetben egy olyan ember számára, aki az élete nagyobbik részét állatokkal tölti, természetes. De én elmondom önöknek, hogy a mi társadalmunkban sincs több. Tehát lehet, hogy marha nagy a bizalom a pedagógus meg a gyerek között, de hogy tisztelet semmi nincs, az biztos. És megette fenn az egészet. Akkor is megette fenn az egészet, ha én minden állam tiszteletet akarok követelni, úgyhogy ez a bizalom nincs meg. Nagyon nehéz. A társadalom az egy tanker. Az egy óriási tömeg, ami elindul valamilyen irányba, hogy abból az irányból elmozdítani vagy megállítani rettenetesen nehéz. És mi túl hosszan, túl sokáig mentünk rossz irányba. Hiányoznak a társadalmat fölépítő
alappillérek ebből a dologból. Nekünk majdnem, hogy azt mondom, hogy nulláról el kéne kezdeni építkezni, gondolkodni, felszámolni a negatív sztereotípiákat egymással szembe, temetgetni ezeket a lövészárkokat, megértetni az emberekkel azt, hogy egy csónakba elvezünk. Én ezt egy nagyon pedagógia. Hát Bárány Ignác az 1800-as évek derekán írt egy könyvet a pedagógus képzésről, aki egy kiváló pedagógus volt. És ő az előszóba ezt írja, hogy a pedagógusokat meg kell tanítani mindenek előtt uralkodni hajlamaik fölött. Nem arról beszél, hogy a matematikát milyen szinten kell tudnia, hanem a pedagógust mindenek előtt meg kell tanítani uralkodni hajlamai fölött. Mert a pedagógusnak fáklyaként kell világítani a nemzet előtt. Bárány Ignác, 1800-as évek dereka, Klebersberg Kuno, egy óriási reforma jön létre, és az elvek ugyanazok, és ott vagyunk, hogy potyognak a Nobel-díjak. Elképesztő színvonalú a magyar oktatás. Egy középiskolai tanár az színházba megy, étterembe jár, és van egy egzisztenciája. Tehát van egy alapos egzisztenciája. Tehát egy nagyon komoly egzisztenciával rendelkezik. És nyilvánvalóan egy elképesztő kiválasztódáson megy, hiszen egy nemzet számára rendkívül fontos, hogy a tanárai legyenek a legokosabbak. Hát a legnagyobb pontszám, a legnagyobb kihívást mindenképpen a tanári pályának kéne lenni. Nagyon sokan teszik föl nekem azt a kérdést, hogy mikor érdemes elkezdeni lovagolni, hogy egy kisgyerek hány éves korától lovagolhat. És én azt mondom, hogy minél magasabban kvalifikált a ló, és minél magasabban kvalifikált a lovasedző, annál korábban el lehet kezdeni. De minél alacsonyabb a ló kvalifikáció, és minél hülyébb az a lovasedző, annál később vigyük oda azt a gyereket, mert baj lehet belőle. Na most nincs ez másképp az oktatásban sem. Én azt mondom, hogy a legmagasabban kvalifikált szakemberek, azok az alacsony korba kellenek. Hát a legtöbbet ott árt egy pedagógus. Ott van a legnagyobb szükség az empátiára, ott van a szükség a legnagyobb tudásra, a legnagyobb pedagógiai általános, óvoda, általános iskola. Egy egyetemi tanár már lehet hülye. De egy általános iskolai tanár rengeteget árthat. Egy rendszer rengeteget árthat, mert a korai traumák azok rendkívül nehezen gyógyíthatóak. Egy későn szerzett traumát az ember aránylag könnyen ki tud heverni, de minél mélyebben megyünk a gyerekkorunkba, és szenvedünk el bármi negatív traumát, azt nagyon nehezen tudjuk kezelni. Tehát az, amikor társadalomról beszélünk, akkor én megmondom őszintén, hogy olyan kihívások előtt állunk, hogy én ehhez nem vagyok elég okos, hogy mit kéne csinálni. Jó, jön a kommunizmus. Mit csinál a kommunizmus? Egy tanár se kereshet többet, mint egy bádogos. Igen, de még ott voltak ezek a tanárok. Értik? Ezt a varangyot még lenyelették valahogy velük. De aztán, és jött még egy vérfrissítés az 50-es években, amikor úgy álltak bosszút az értelmiségén, hogy berakták őket tanárnak. Mondjuk egy gyárigazgatót, mondjuk egy magasan kvalifikált mérnököt beraktak egy középiskolai tanárba. Nagyon jól jártunk velük. Mert elképesztő tudású emberek voltak. Ott már kinyírták a béreket, gyakorlatilag ott elindult egy olyan folyamat, amiről tudni lehetett, hogy az időkérdése is be fog szakadni, mikor ezek az emberek kijönnek. De jött egy nagy vérfrissítés. Bejött egy olyan réteg még ezekbe a középiskolás felsőoktatásba, aki elképesztő gyakorlati érzékkel rendelkezett, és elképesztő tudással rendelkezett. Hölgyeim és uraim, ezek eltűntek, jelentem. Ez már a múlt, tehát most itt vagyunk. De az oktatás az egy rendkívüli fontosságú kérdés, és valójában nézzék, változás nem akkor van, amikor mi leülünk kerekasztalra és nagyon okosakat mondunk, hanem akkor van, amikor ezek a folyamatok elindulnak az oktatásban. Elsősorban szerintem ott kell elindulni ezeknek a folyamatoknak, ahol a tanárainkat képzik. És nyilvánvalóan a bér az egy rendkívüli fontosságú dolog, de én a tanárok bérét egy sokkal egyszerűbb dolognak látom, mint fölépíteni ezt a rendszert újra. Ez a tanárok bére, ez egy döntés.
hogy többet teszek oda. Majd nem teszek ide, hanem teszek oda. Ne, ez se van egyszerű, de relatíve egyszerűbb, mint ezeket a folyamatokat újraindítani, és a képzést elindítani ebbe az országban. Lehet jelentkezni további kérdésre természetesen. Ott, parancsolj. Tessék parancsolni. Mögötte ott a mikrofon, igen. Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy bizonyára itt nagyon sokan követik Kassai Lajos életét kezdetektől fogva. Ő legelső sorban gyakorlatban mutatta meg, hogy mit kellene az országnak tenni, és most, amikor így egy kicsit felturbózódott a média, ugye akkor kezdtek el beszélgetés, divatossá vált ez a kerekasztal, vacsorával, stb. De engedje meg azt mondom, Lajos, hogy azért nem tudja kibontakoztatni a fő lényeget, mert ön ezt gyakorlatban meg is teszi. Tehát ő nem akkumulátorokat etett, meg nem izét etett, azért nem ért hozzá, hanem állatokat etett, és a természetben él. És tulajdonképpen a vezetésnek, ha lesz majd, akkor ezt kéne követni. Tehát elsősorban az emberi életet. Még Einstein is megmondta, hogy ha elgépiesítjük a világot, az emberiség ki fog pusztulni. És tulajdonképpen tényleg mindent úgy tudunk, meg teszünk, meg vezünk, de mégse azt követjük. Most nem igen kérdés, de hát tulajdonképpen vegyék már például, hát hiszen azért sok kör önkörül mozog meg, mint olyan, tehát vegyék példának, hogy első az ember, első az evés, első az élelmiszer, első a tanítás, és majd utána jött az akkumulátor és stb. És persze, hogy kell a paksi atomerőmű, de én már olyan is hallottam, hogy a Holdon építenek atomerőművel. Ez nagy kérdés. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon köszönjük, hogy ön van nekünk, és tudjuk azt, hogy Szent Korona országát el kell építeni. Nincs más, alapokról kell felépíteni. És köszönjük szépen a munkásságát. Ezt köszönöm szépen. Tehát az én látásmódom ebben a tekintetben az, hogy a Titanic süllyed. A Titanic süllyed. És ezekre a globális kihívásokra nem látom a globális válaszokat. Viszont vannak mentőcsónakok. Melyik volt az a hajó, amelyik felfedezte a süllyedő Titanicot? Azért szerintem ez sokat mond. Tehát, hogy most nézze, ezeket a globális rendszerekről beszél. Nem vagyok elég okos ahhoz, hogy ezeket lehet-e fordítani, sőt, én vagyok annyira realista, hogy azt mondjam, hogy nem. Nem. De amit tudunk csinálni, azok a közösségek. Kis közösségeket tudunk létrehozni. Ezek lehetnek vallási közösségek, lehetnek politikai közösségek, lehet egy kórus, vagy adott esetben egy lovasiász közösség. Ahol egy bizonyos értékrend van. Miről beszélünk itt? Értékrendekről. Miről beszéltünk a lónál? Bizalomról, tiszteletről. Hogy működik a világ körülöttünk? Alapelvek szerint működik a világ. Hogyha én ezeket az alapelveket aláaknázom, fölrobbantom, és kilököm ezeket a pilléreket, akkor kikerül az ember a semmibe. Mi a lényege a közösségeknek? És hogy épül fel ez az egész nemzet? Hogy kell ebbe gondolkodni? Nézzék, ma a közösséget és az egyént állítják egymással szembe. Egy globalizációs térben szembe lehet állítani egymással a tömeget és az egyént. Egy nemzetben nincs ilyen. A nemzet legkisebb, megbonthatatlan egysége nem az egyén, hanem a család. A család az, amit én már nem tudok tovább bontani. Én nem vagyok egy egyén, én egy apa vagyok. Én nem vagyok egy egyén, én egy férj vagyok. Értik ezt? Engem nem lehet lebontani egyéni érdekekre, mert nekem nincsenek egyéni érdekeim, nekem egy családom van. Tehát ez megtévesztő. Ez egy szemfényvesztés, hogy van a tömeg, és van az egyén, és az egyén érdekek. Van, igen, egy globális térben, egy nemzetben nincs. A nemzet legkisebb, tovább nem bontható egysége, ez a család, hölgyeim és uraim. És hol jönnek be a közösségek?
ott jönnek be ezek a közösségek, hogy nézzék, a világon a probléma mindenütt ugyanaz. Én Szaúd-Arábiában voltam, és ott is ugyanez a gond. Mi a gond? Az, hogy olyan mértékben változik a világ, amit nem tudnak lekövetni. Értik? Akkor, amikor én elmentem a szomszédba, és azt mondtam, hogy átmegyek a Pistihez, akkor anyám tudta, hogy hát a Pisti ilyen meg olyan. Tudta, hol vagyok. Amikor azt mondta, hogy átmegyek a Józsi, az azt örült, mert a Józsi egy fegyelmezett, jó tanuló gyerek. A Piste az nem. Az egy iskola kerülő. De a Józsitól ragadhat rám valami. És egy pillanatra adja oda ezt. Igen. Ezt kinyitja a gyerekük, és maguknak fogalmuk sincs, hogy hol van. Fogalmuk nincs, hogy hol van. Fogalmuk nincs, hogy mi történik vele. Értik? Semmit nem tudunk róla. Na most itt, amikor van egy család, akkor a családon belül van egy bizonyos értékrend. Olyan, amilyen. Minden családban van egy értékrend. Minden családban van egy vallási hovatartozás, egy elgondolás a világról. Amikor létrejönnek ezek a közösségek, akkor ezekből a családokból kikerülő gyerekek nem egy globális térbe kerülnek ki, hanem abba a védőgyűrűbe, amit ez a közösség jelent. Én nagyon hiszek ezekben a közösségekben, én nem látom a kiutat ebből a globális összeomlásból, de egy gyógyír mindenképpen a közösség kell, hogy legyen. Hát akkor, amikor önök nemzetbe gondolkodnak, akkor, amikor önök világba gondolkodnak, először családba kell gondolkodni, majd abba a közösségbe, ahol ez a család szervül, és ezek a közösségek tudnak talán valamit mozdítani ezen a dolgon. De ha mi egy szoros családi köteléket tudunk létrehozni, ahol nekem van egy értékrendem, nekem van egy elvárásom a gyerekemmel szemben, van egy attitűd, ahogy nevelem. Én egy lovasiász vagyok. Mi veszi a gyerekeimet körbe? A lovasiászok. Ugyanaz az értékrend. Tehát én, amikor kikerül a gyerek, akkor én tudom, hogy hol van. Mert ugyanolyan értékrendű emberek, ugyanolyan gondolkodásmódú emberek, hát a lovasiászok mindegyiket tudja a bizalom, tisztelet, hiszen ezen nőnek föl, alapértékeken. Tehát nekem van egy kis nyugalmam akkor, amikor az én gyerekeim a lovasiászokkal barátkoznak és játszanak, és van egy puffer zóna. Értik? E között, és a család között. Van egy puffer zóna, van egy hatás. Ugyanezek elképesztő erejű hatások, amik itt vannak. Elképesztő erejű hatások. És a mi problémánk, nekünk nem az a dolgunk, hogy ezzel ellen harcoljunk, higgyék el. Nem ez a dolgunk. Mert nincs baj a Facebookkal, nincs baj a telefonnal, hiszen használjuk. Nem az a baj, hogy mi használjuk. A baj akkor kezdődik, amikor ez elkezd használni bennünket. Nem az a baj, amikor a gyerekem ezt használja, hanem az a baj, amikor ez elkezdi használni az én gyerekemet. Értik? És itt a függőség az egy pillanat az ő életükben. Mert ahogy változik a világ, rááll az agyuk. Hát én azt mondtam, hogy 2 éves volt a lányom, hát mondom, ne legyen már ekkora képmutatás, hogy én itt állandóan telefonálok, meg intézkedek, meg minden, ezt látja a gyerek. Hát most ha ezt látja a gyerek, akkor az nem lehet, hogy én meg azt mondom, hogy ne. Hát mondom, itt van akkor, hát mit tud vele csinálni? 2 évesen, szia Lajoskám, hívtál. Mondom, ne haragudjál, nem hívtak, dehogy nem, délután kerestél. 15-en hívnak. A lányom belement a címtárba, 2 éves, és elkezdett fölhívogatni mindenkit. Úgy ment a Facebookon, úgy szörfözött az interneten 2 évesen, hogy azt mondtam, hogy itt van a világ vége. Beszippantotta a rendszer. Nem hittem a szememnek, hogy mit csinál vele a gyerek. Hát most hogyan szedjük le a szerről? Üvölt, ha elveszem tőle. És egyszer az volt a szerencsém, hogy egyszer ott volt a kezébe, vittem, és leesett, és összetört a telefonom. Na mondom, itt most vége van, összetört el a telefon. Hadd tegyek fel egy kellemetlen kérdést, ezt minden alkalommal fölteszem, amikor találkozunk. Mikor lesz kapható a Lovasi Jel című film? Mert erről jut eszembe, hogy azért használni a technikát lehet. Tudom, hogy ez talán inkább Kaszás Gézának kellene ezt a kérdést fölteni, de ugye interneten nem megtekinthető igazándiból, a legnagyobb videó megosztók legalábbis, és hát azt gondolom, hogy igény pedig volna rá. Illetve
egy kis könnyebb kérdés is a francia légkör. A fiatalság védelmében, mert néhány kérdéssel ezelőtt egy kicsit úgy érzem, mintha csak a fiatalság lenne az, amelyik egy kicsit már nehezen birkózik meg a kor kihívásaival, de hogy igaz-e, hogy talán mindannyiunk egy kicsit elkényelmesedtünk ebben a talán már-már túl civilizált világban. Most a filmről jutott eszembe, hiszen ott úgy kezdődik a film, hogy azért a kemény fizikai fájdalmakkal is, edzésekkel is hogyan lehet testet, lelket karban tartani. És ma ebben a talán túl civilizált világban egy kicsit olyannyira elkényelmesedtünk, elszoktunk például a fizikai fájdalomtól. Talán a nőknek még a szülés, ha természetes úton, az még megvan, de nekünk már igazándiból, legalábbis a mi generációknak nincs háború, nincs vadászat, nem fázunk, légkondi van, fájdalomcsillapító van. Tehát igazándiból mi már nem is találkozunk például egy olyan ősi alapvető természetes dologgal, mint a fájdalom, amivel még egy ló mondjuk találkozik, ugye, ahogy hallhattuk, hogy ez talán nem csak a fiatalságra jellemző-e, hanem az egész társadalmunkra. De a Lovasi Erzsimi DVD-re is választ várok. A Kaszás Gézával én megismerkedtem, összebarátkoztam, egy kiváló ember, és jött az a gondolat, hogy kéne csinálni a lovasi jászatról egy filmet, hiszen ez gyakorlatilag, hát ahogy elmondtam, hogy a világ minden részén terjed, és hát gyakorlatilag mi. Hát hogyha erről van egy film, akkor mindenki számára hozzáférhető, hogy dolgozunk, és a Géza valami elképesztő, szívós, kitartó munkával szedegette össze rá a pénzt, ilyen pár millió forintból volt forgatva, vagy 3 évig, télen, nyáron mindig ment ez a film. És a Géza rendkívül szívós, kitartó munkával és legjobb hozzáállásával csinálta. És amikor a film úgy nagyjából elkészült, akkor bejelentette, hogy akkor ezt moziba viszi. Hát én összetörtem teljesen. A Géza moziba. Egy olyan vizuális típus vagyok, van a lovasi jászatot, 2 órán keresztül nézik emberek. Hát mondom, én ezt imádom, de ott láttam magam, ahogy eszem a pattogatott kukoricát, és itt állnak fel az emberek, mennek, már csak én vagyok egyedül a moziba. Hát kit érdekel a lovasi jászat? És megmondom őszintén, én könyörögtem a Gézának, hogy nehogy moziba vigye. Tehát ez egy szűk réteget érintő téma, és hát a Géza hajthatatlan volt, hála jó Istennek, úgy látszik, hát nyilvánvalóan neki sokkal nagyobb érzéke volt ehhez a dologhoz. Tehát a lovasi jászat egy kirobbanó siker volt, hála jó Istennek sokan látták, de én szereplője vagyok a filmnek, és az, hogy a Géza hol vetíti, mit csinál, ezek, én nem is tudom, hogy van-e CD, vagy hogy van ezzel a dologgal, Kaszás Gézát kell ostromolni ezzel. Szerintem az se lenne baj, hogyha akár egy fizetős felületre is föltennék, hogy az interneten jobban hozzá lehessen férni. Nem tudok beleszólni ezekbe a folyamatokba, és megmondom, a film elkészülte után nem is követtem ezeket a dolgokat. Gézát kell ezzel ostromolni, tegye föl egy fizetős felületre, és akkor óriási haszonnal még többször el tudja adni. Akkor ez egy felkérés mindjárt irányába, hogy egy lobbit indítsunk, mert most itt ellenőriztem az elmúlt percekben a telefonomon, és valóban továbbra sem elérhető, úgyhogy pedig tényleg azt gondolom, hogy igény volna rá az újabb generációknak is személyes tapasztalat is, hogy ez sokakhoz még nem jutott el, akármilyen kirobbanó siker is volt a vetítése, még hogyha nem is a legkedvezőbb időpontokban vetítették is, és csak elvétve egyes mozikban, de elképesztő. Ha már mozi, akkor itt... Hát de nem, akkor többet. Akkor én is veszek meg. Relikvia. Árverésre bocsátjuk. Én alkuszom először. 13 évvel ezelőtt megkerestem a színművészetit azzal a szándékkal, hogy a fiatalokat hozzák ki hozzám, és indítsunk el egy műhelyt. Ugyanis katasztrofálisan szarok a magyar filmek. Rossz a dramaturgia, hiteltelen, szóval Isten igazából mi ilyen szánalmas karikatúrákat csinálunk magunkról. Ez a Bödörék, a Mi kis falunk, a nem tudom, szóval valami egészen elképesztő gagyi, hogy ezen kéne változtatni. Ez nem feltétlenül, most már szerintem nem csak azért van így, mert ez a szándék, hanem egész egyszerűen ahhoz, hogy egy hiteles történelmi filmet létre tudjunk hozni, ahhoz egy ilyen irányultságú képzésre lenne szükség. Hát ha nem tud lovagolni, nem tud lovagolni. Hát nézzék, Toldi Miklósra nem tudok filmet forgatni, ha nincs egy Toldi Miklósunk. Tehát ott össze kellene szedni ezeket a fiatalokat, és én 13 évvel ezelőtt megkerestem a színművészeti Kaposváron, nagyjából akkor indult, hogy legyen egy ilyen műhely, indítsunk el egy képzést. Nekem az elképzelésem az volt, hogy a színész, a dramaturg, a rendező és az operatőr, ugye 5 évig tanulnak, ezek
ne gondolkodjanak nagyban, két havonta eltöltünk egy napot, és két havonta egy kicsit közelebb kerülünk a természethez, közelebb kerülünk a lovakhoz, a lovasi jászathoz, kicsit közelebb kerülünk a történelemhez, de ez a négyes fogat, a színész, a rendező, a dramaturg és az operatőr, ez alatt, az öt év alatt ki tud alakítani egy együttgondolkodást, ki tud alakítani egy közös szemléletet, meg tud ismerkedni a kultúra ezzel a részével, és hát sajnos én nagyon szerény eredményeket értem el. A fordulatot az jelentette, tehát gyakorlatilag nagyon tetszett az ötlet, azt mondták, hogy ez fantasztikus, jó, de semmi nem történt. És akkor, amikor a Vidnyánszky Attila került a Magyar Színház élet élére, akkor én megkerestem az Attilát azzal, hogy hozzunk már létre egy ilyen műhelyt. Kezdjünk el ezen dolgozni. Ez rendkívül fontos lenne, ugyanis a fiataloknak már csak a vizuális ingerek maradtak, tehát nem olvasnak. Tehát ahhoz, hogy valami halvány lila fingjuk legyen a magyar történelemről, ehhez nekünk hollywoodi minőségben kellene történelmi filmeket csinálni, évente 2-3-at. Úgy földolgozva a magyar történet megcsinálva. Most ez a semmiből nem tud létrejönni. Ez egy szakma. Tehát ezt én a Matt Damonnak voltam a személyi edzője, dolgoztam Hollywoodba, és azt úgy képzeljék el, hogy amikor egy háborús filmet forgatnak, akkor ott minden szereplőt elvisznek katonának. Az elvisznek egy Navy SEAL kiképzésre. Tehát ugyanazt csinálják végig, mint az amerikai katonák. Legyen az egy Oscar-díjas színész, teljesen mindegy. Fenyő Iván, bőrnyakúak, sikerült bejutni a castingra, vitték őket Navy SEAL kiképzésre, mert nem tudja eljátszani a szerepet. Értik? Most ezek a fiatalok, ezek nem voltak katonák. Hát az én generációm még volt. Nekünk még vannak, ha negatívak is, de valami fajta élményünk van ezzel a dologgal kapcsolatban. Na, Hollywoodban tudják, hogy ez nem eljátszható dolog. A Ryan közlegény megmentésében mindenkit elvittek kiképzésre, tehát nagyon erős katonai kiképzésre, kivéve a Ryan közlegényt, a Matt Damont, mert neki valamilyen szinten egy picit civilnek kellett maradni. De többiek hozták ezt a katonai attitűdöt. Akkor, amikor a Kevin Costner, repülünk egyet, ezt a fájt becsukjuk, repülünk egy kicsit nagyobbat vissza az időbe. Németországba tartok egy bemutatót, egy Western világbajnokságon, a világ legjobb Western lovasai vesznek részt, és én ott lovasi jász bemutatóval kápráztatom el a nézőket, és a zsűri elnöke, egy nagy tiszteletnek örvendő amerikai úriember odajött gratulálni, és elkezdtünk beszélgetni a dolgokról. Ő volt ennek a zsűrinek az elnöke. Nála forgatták a Farkasokkal táncoló című filmet, mert fél Dakota állam az övé. És amikor Kevin Costner létrehozta azt a tábort, amit láttunk a filmben, azokkal az indiánokkal, akkor ő azt mondta, hogy ezek civilek voltak. Többségében. Tehát ott nagyon sok indiánt látunk. Azt mondta, hogy ez a film nem fog addig elindulni, amíg nem élnek életszerű életet ebbe a táborba. És 3 hónapig nem indult el a kamera. Tehát 3 hónap, tehát az iszonyat pénz. Tehát összeszednek, megépítenek egy tábort, ott vannak az emberek, de nem érezte még azt, hogy amikor kilép a tipiből, fogja azt a bőr kulacsot, és lemegy, és belemeríti a folyóba, hogy az olyan, ahogy ezt egy amerikai indián csinálta volna. És ezek meg ittak, késeltek, tehát botrányok voltak. És ott a Kevin Costner kiállt elők, és tartott egy nagy beszédet, hogy ez rólatok szól ez a film. Ezt én csak azért mondom el, mert megnézik ezeket a hollywoodi produkciókat, és önök nem tudják azt, hogy egy ilyen filmben micsoda háttérmunka van. Hogy mennyi időt és energiát szánnak erre rá, mennyi profizmus van abban a világban, amit ők fölépítenek, akármelyik filmben. És én láttam és tudtam, hogy ezt nem fogjuk megúszni mi sem, hát nem fogunk tudni, és ezt mondtam az Attilának is, aki hála jó Istennek megértette, és elindult a képzés, képzeljék el. Most szombaton jönnek, tehát 3 évvel ezelőtt elkezdtük, most szombaton jönnek hozzám a színészek, hála jó Istennek szeretik ezt a dolgot. Elindult egy képzés, 5 év múlva már lesz valamilyen hozzáállásuk. Nem szabad őket hibáztatni, mert ezek nagyon tehetséges fiatalok.
Hát be, 400-ból kerül be 15 a színművészetibe. Nagyon tehetségesek. De ha nem a négy fal között van, akkor nem tudja beseggelni azt a mennyiségű verset, prózát, ami ahhoz kell, hogy oda bejusson. Vagyis az a fajta élet, ami mondjuk az előző generáció, akit a háború megrángatott, akik kényszertáborban voltak, akik Auschwitzből jöttek haza, Kazalla Laciék, és nem tudom még, hát micsoda filmeket csináltak ezek az emberek. Volt életszaga ennek a történetnek. Úgyhogy ez az életbe való visszahozás, és ezeknek a folyamatoknak az elindítása, ez nagyon fontos. Látjuk ezeket a magyar filmeket, nekem nagyon jó érzés az, hogy ez a folyamat elindul, de hát azért nekem ezzel kapcsolatban vannak hiányérzeteim. Én látom ennek a fajta háttérnek a hiányát, amiről itt beszélek, tehát ezt nekünk meg kell alapozni. Tehát akkor, amikor itt nemzetről beszélünk, akkor amit én ehhez hozzá tudok tenni, én azt mondtam, hogy a filmet én nagyon fontosnak tartok, beszállok ebbe a dologba azzal, hogy elindítunk egy ilyen irányú képzést, amit én azt gondolom, hogy ennek a gyümölcsét egy 5-10 év múlva tudjuk leszüretelni, mert már kijönnek azok a generációk, akik egy gerebjét meg tudnak fogni, meg egy vasvillát. Tehát ne arról gondolkodjanak, hogy ők lóról nyilaznak, hanem amikor azt mondom, hogy gerebjézze föl az istát, akkor nem saját magát gerebjézi körbe. Hát mert nagyjából ez a helyzet. Tehát, hogy legyen egy mozdulat, tehát legyen egy dramaturgiai elem abból, ami számra hiteles. A másik dolog pedig, ami számomra egy ugyanilyen pálya volt, a Dalos Gyula egy kiváló példaértékű szakember és egy példaértékű ember. Ő 13-4 évvel ezelőtt letette a Nemzeti Lovas Programnak az alapjait. Hozzunk létre egy nemzeti lovasprogramot, és a lovas szakágak legjobb, a Sótonyi professzortól kezdve, aki az Állatorvos Tudományi Egyetemnek a vezetője, Lázárfi vérekig, akiket nem kell, hogy bemutassak, nagyon jó szakembergárdát szedett össze, engem kért fel a hagyományőrző részlegnek az összefogására, és akkor nekem az első gondolatom az volt, hogy a katonai lovas hagyományőrzést azt a lovas szakágak vagy a lovas szövetség szárnyai alól ki kell venni, és a hadügyminisztérium szárnyai alá kell berakni. Ugyanis itt egy hazafias nevelés folyik. Létre kell, hogy jöjjön, van egy óriási réteg, a hagyományőrző réteg, és ez a hagyományőrző réteg, hát ez egy ilyen lekötetlen hajóágyú jelenleg. Ami nincs. Most képzeljük be egy ekkora energiát, ahol fiatalok választanak egy olyan játékot maguknak, ami a hazájukkal összefügg, valamilyen történelmi kort kiemelnek, és elkezdik játszani ezt a fajta katonásdit. Tehát alapvetően szerintem ezeknek a kluboknak, rétegeknek a támogatásával meg tudnánk erősíteni. Tehát a társadalom szerkezetét érintő folyamatok nem a kerekasztalok, hanem ezek a finom dolgok, amikről beszélek. Színművészeti, lassan elkezdem ezt a kultúrátot megjeleníteni, történelmi katonai hagyományérzés, valami fajta fúzió a Magyar Honvédséggel. És például ne legyen úgy katonatiszt, hogy nem ismerkedik meg a magyar történelmi hagyományokkal, hiszen kiváló huszáraink vannak, kiváló lovasiászaink vannak, kiváló történelmi hagyományőrzőink vannak, akiktől a leendő tiszti gárda meg tudja tanulni, vagy meg tudja tapasztalni azt, hogy milyen volt ennek a népnek a hadtörténete. Jelentem, itt is történtek bizonyos eredmények, ugyanis milyen folyamatok zajlottak itt le. Én a 80-as évek végén kezdtem el a lovasiászattal foglalkozni, és óriási élmény volt számomra végignézni azt ennek a viharos fejlődését magának a lovasiászatnak, illetve a népvándorlás kori kultúrának a megjelenését itt a 20. század végén, a 21. század elején. Igen, ám, de voltam egy rendezvényen, és egy hiányérzetem volt, és úgy sokáig rágódtam azon, hogy mi az, ami nekem itt nem tetszik. És aztán fölismertem azt, hogy megjelent az a generáció, aki már nem volt katona. Értik? Tehát olyanok kezdtek el játszani katonai hagyományőrzés, aki nem volt a katona. És egy picit más volt a... Egy olyan attitűdbeli különbség volt. Tehát... Na, és a második lépcsőfok akkor volt, amikor megjelent az a generáció, akiket már ezek tanítottak.
És akkor azt mondtam, hogy most egy pillanatra álljunk meg, mert szépek a kosztümök, nagyon jókat borozgatunk, meg mulatunk, meg minden rendben van, csak valami hiányzik, az az attitűd, hogy ezek az emberek az életüket adták a hazáért. Az az attitűd, hogy elképesztő fegyelmezettek voltak ezek az emberek. Tehát valami attitűdbeli különbség van, és ugye nyilvánvalóan, amikor egy nemzetben folyamatok magukra vannak hagyva, és nincsenek integrálva. Tehát amikor egy film- és színművészeti gyakorlatilag lezajlik úgy, hogy ezzel a kultúrával két havonta egyszer nem találkoznak, akkor azok nehezen jóvá tehető dolgok. Ha ez a fúzió, tehát a katona, az a társadalomnak egy ilyen, az én ükapám, ezt a nagyapám mesélte, aki huszár volt, és kimenőt kapott, és hazament, ott az utcán, kimentek az emberek a ház elé, nézték. Ott ment. És ezek események voltak. És a nagyapám mondta, aki hivatásos katona volt a II. Világháborúban, mindkét nagyapám harcolt a fronton, mindketten élve hazajöttek. Fiam, én úgy vertem a vigyázt, pedig nem kellett volna. Ezt értsék úgy, hogy ez is elég egy vigyáz menetnél, de így mentek. És végig így mentek. Tehát ott volt egy olyan kakaó bennük, ami szerintem attitűdben, tehát egy társadalomnak a lényege szerintem a harmónia. Nem az, hogy egy katonai nemzet lesz, hanem egy egészséges nemzet lesz, ahol van egészséges katonasság, ahol van egészséges pedagógia, ahol minden van, értik? Nem az, hogy ez van vagy az van, hanem legyen, a katona legyen katona. Kínában vagyok, a Tiananmen téren, és az be van kamerázva, és tele van katonai táborokkal, és ilyen masírozó katonák vannak, ilyen 15-20-as csoportokban. És az idegen vezető áll a járda közepén, én a fal mellett álltam, a járda közepén áll, és nézi a térképet, hogy merre menjünk. És robog felé egy ilyen katonai különítmény. Így. És így, hát semmire nem volt idő, hanem hát oda kiáll, most ezt kereszt, lefogják, tehát letapossák. Hát neki mennek. És így a kínai jön, valami ilyesmi volt, én nem értettem. És így megnyílt a sor, a lendületükből nem vesztettek semmit. Ott arra a vezényszóra, szerintem azok ott hátul nem is láttak semmit. Félrelépett, átlépett, zárt, és így kikerülték ezt a műt. Ő még mindig nézte a telefonját, és csak azt látta, hogy itt átment, átmasírozott rajtuk egy. De ezek sima katonák voltak. Ezt el tudja képzelni itthon. Érti? Hát ez egy utca jelenet volt. Hát mondom, mi lesz itt? Hát mondom, ezt beleverik a betonba. A keresztül mennek rajta. És centig. Tudták a büdös dögök, mert nem először csinálták, én biztos vagyok benne, de ezt így nyílt, lépett, zárt. És ez ott állt középen. És így 3 másodperc volt, és átmentek rajta. Na. Hát a honvédségnél valóban nem része az alapkiképzésnek még egy huszárkart kézbevétele sem. Lehet, hogy hasonló probléma, hogy kézigránátot sem nagyon adnak a kézbe, és más dolgokat sem, de talán hogy valahogy itt kell kezdeni a tradíció, a hagyomány, hogy nincs talán hazafias képzés. Aztán amikor kifogásoltam például, hogy mondjuk egy behívó parancson még annyi sincs, mondjuk, hogy hívva haza, vagy egy turulos címer, vagy bármi, akkor hát ez már a parancs kritizálása, ugye, amit ugye nem szabad, de hát örülök, hogyha van azért erre szándék a civil és a hagyományőrző részlegen, ami akár a filmiparban is, nagyon örülök, hogy ez elindult akkor 3 éve, és talán visszaköszön ez, hiszen azért a kincsem, vagy inkább gicsem után jó volna, hogyha tényleg autentikus magyar történelmi filmek készülnek. Erre azért elementáris igény van, úgyhogy a lovas íjász, a maga szerény költségvetésével is talán azért is mutatott be ilyen elképesztő sikert a mozikban is, mert elképesztő hiánypótló volt, még akkor is, hogyha ez nem egy játékfilm volt, amire pedig a legnagyobb igény volna egy nagy, komoly költségvetésű játékfilmre, úgyhogy remélem, hogy beérik ez a munka, és akkor a mozikban is élvezhetjük ennek a
gyümölcsét. Nézzük, csak a munkába higgyenek. Tehát az, hogy miről beszélünk itt, meg milyen kerekasztalok vannak, munka, el kell kezdeni dolgozni, el kell kezdeni tanítani a fiatalokat. Nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy ott lesz változás, hogyha az óvodákba érezzük, ha az általános iskolába érezzük, hogyha elkezdünk fölépíteni egy normális társadalmat. Egy normális társadalomhoz hozzátartozik egy normális hadsereg. Egy normális egészségügy, egy normális oktatás, értik? Tehát, hogy úgy minden legyen. Legyen liberalizmus. Hát vonuljanak föl a homoszexuálisok, menjenek, hogyha nekik az kell. Hát kit zavar? Csinálják. Értik? Menjen. Dehogy nem. Menjen. Higgyék el. Tehát legyen normális hadsereg, legyen normális oktatás, normalizálódjanak ezek a dolgok, és akkor mindenki rázhatja a seggét, ahogy akarja. Semmi probléma nem lesz ebből. De hiányoznak ezek a panelek, tehát hiányoznak bizonyos alaptételek, és milyen részletkérdéseken tudunk borzasztó módon összeveszni. Parancsoljon. Köszönöm, Tibor vagyok, és az lenne a kérdésem, hogy a magas gondolatok sok mindent elárultak őről. Gondolkodott-e, hogy ezeket a tartalmas gyakorlati kérdéseket a politika szinterén is érvényesítse? Tehát nem gondolkodott mondjuk konkrétan az, hogy a Mi Hazánk mozgalomba belépje? Nem, mert én nagyon nem vagyok egy politikus alkat, én egy kulturális szereplő vagyok, és a kultúra és a politika ilyen szintű összekeverésében én nem is hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy egy kultúrát képviselek teljes mellszélességgel. Itt a Gulyás Pártonnak volt egy kérdése, amikor készült ez a riport, de akkor egy picit hadd kanyarodjunk ide-vissza. Én láttam a magyar, itt két súlyosan traumatizált réteg van ebben az országban, poszttraumás stresszel, ami zsigerekig megy. Az egyik a zsidóság, akiket a fasiszták hurcoltak el, a másik ennek a nemzetnek a gerincét alkotó réteg, amit meg a kommunisták tettek tönkre. Tehát Magyarországon nincs olyan család, aki valamilyen transzgenerációs traumán nem esett volna át, ezen vagy azon az oldalon. És ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz a problémához, hogy a társadalmi rétegek ilyen szempontból el vannak választva. Ez, hogyha egy mezőgazdasági példát akarok hozni, ez az eketa betegség, ezt talán már hallották, mert ezt nagyon sokszor elmondtam. Ha sokat szántanak egy talajt, akkor az eketalp nyomására kialakul a talajban egy zárvány, és ez a zárvány nem teszi lehetővé a csapadék leáramlását, a gyökerek könnyed lemozgását, a mikroorganizmusok működését, és a talaj kötöttségétől függően ezt a zárványt, ezt az eket a betegséget, ezt gyógyítani kell. 4-5 évente egy altalaj lazítással ezt a réteget föl kell törni. Na most nem a Mi Hazánk, hanem a Mi Hazánk ettől szenved, ettől az eket a betegségtől, hiszen itt két társadalmi réteg van gyakorlatilag agyba főbe traumatizálva és egymás ellen fordítva. Ha úgy tetszik, ez a népi urbánus. Ha úgy tetszik, ez a városi vidéki. Na most én egy altalaj lakó vagyok, én az altalajba kötöm a tradíciót, én az altalajba kötöm az ásványokat, az altalajba kötöm a múltunknak az értékeit, és a felszíni rétegbe teszem a városi réteget, a modernitást, a liberalizmust, és mindaz, ami gyakorlatilag egy dinamikusabb mozgás, a változás folyamata. És a mi tragédiánk, ennek a két rétegnek a szembefordulása, és ennek a két rétegnek a szétválasztása, ami nem tesz lehetővé egy együttműködés. Ha én jobban akarom szimbolizálni ezt a dolgot, akkor a tojás szimbólumot mondom. A tojás, ami a természetnek csodálatos alkotása van, a tojás egy lágy élő rész, ami egy nagyon szilárd burokkal van körülvéve. Ez a szilárd burok a tradíció.
ez a tradíció tartja össze ezt az egészet. És hogyha én ezt föltöröm idő előtt, akkor életképtelen lesz a fióka. Kifolyik. Ha túl erősre csinálom, és a fióka nem tudja föltörni, bele fog pusztulni. Az élet akkor se fog létrejönni. Tehát a tradíciónak, a megtartó erőnek, annak a szilárd szerkezetnek, ami az életet addig viszi tovább, amíg az nem erősödik meg önmagába, és egy valami új megszületik, ez egy tökéletes harmónia a világban. Sajnos mi ebben a harmóniában nem tudunk létezni. Biztos találkoztak már olyan családdal, ahol a gyerek nem tud fölnőni. Mert olyan szoros a tojáshéj. Aztán láttak olyan család, ahol nincs tojáshéj. Hát az is egy tragédia. Kifolyik. Az sem, amit akar. Lesz-e fair. Értik? Tehát ez egy nagyon nehéz probléma, amiről itt, ugye mi volt itt az előadás címe, és lassan oda kanyarodunk, a hagyomány és a modernitás. Tehát a hagyománynak és a modernitásnak a harmóniájáról van szó. És az, ahogy a Jóisten ezt kitalálta a tojásnál, hogy egy tyúknál 22 nap, egy libánál 30, minden állatnak megvan az, hogy ez mikor bomlik föl, mert hogyha az nem történik meg akkor és abban a pillanatban, életképtelen utódok jönnek létre. Ha túl korán hasad meg, akkor is, ha nem nyílik meg, akkor is. Na most nekem, mint a tradíció képviselőjének, én mindig azt mondom, hogy öntsük ki a fürdővizet. De vigyázzunk, hogy a gyereket azért ne öntsük ki. Tehát nekem mindig ez az álláspontom, hogy jó, változzunk, menjünk, na de ott vigyázzunk, mert ott benn van egy gyerek abban a fürdőkádban. És itt a jobb oldal az belement egy olyan regresszióba, hogy folyton nemet mond. Nem, 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 nem. És ez nem jó. Mert a tradíció az mindenképpen egy konstruktív dolog. Hát a tradíciónak azért van egy rendkívül fontos kihívása. Mi az, amit én megtartok? Mi az, amihez ragaszkodok? Mi az, amihez nekem feltétlenül ragaszkodnom kell, mert hogyha az nincs, akkor sérülni fog a társ. És mi az, amit én elengedhetek? Na most itt azt nyilvánvalóan látjuk, hogy nincs meg ez a fajta konzenzus, tehát egymásnak vannak feszülve ezek a rétegek, és akkor én azt mondtam, hogy a problémát én abban láttam, hogy nincs az emberek között szemtől szembe kapcsolat. Propagandistákon és aktivistákon keresztül látjuk egymást. Tehát van egy propaganda gépezet, ami a Mi Hazánk mozgalmat be fogja mutatni, hogy ez egy fasiszta szervezet. És ez föl tud építeni egy rendszert, és ezt meg tudja mutatni. Most aki életében nem találkozott mondjuk Novák Előddel, vagy nem találkozott, az elhiszi. Mert van egy propaganda gépezet, Gulyás Mártonnak is az volt a kérdése, hogy én egy fasiszta szélső jobb oldal, vagy nem tudom, mit elhangzott a riportban, hogy én miért mentem oda bemutatózni. Hát engedtessék meg nekem, hogy oda megyek bemutatózni, ahova akarok. Jó? Tehát, hogy, és ugye, hát nem az a kérdés, hogy én miért mentem oda, meg hogyha Gyurcsán hív, akkor elmennék-e. Nem az a kérdés, miért nem hív? Hát miért nem hív? Nekik miért nem fontosak ezek a gondolatok, amiket én elmondom? Hát nem az a kérdés, hogy ide miért hívtak. Most nekem szégyelnem kell magam, mert itt szélső jobboldali emberek ülnek, és én itt elmondom ezeket a gondolatokat. És én miért vagyok itt? Na de hát ők miért nem hívnak meg? Nekik ez nem fontos? Nem. Hát akkor itt van a válasz, hát akkor ne azt nézzük, hogy miért vagyok itt, hanem azt nézzük, hogy akkor miért nem vagyok ott. Miért nem vagyok ott ezen a területen? Na, én hoztam egy döntést, hogy én meghívok olyan embereket, akik nagyon másképp gondolkodnak, mint én, nagyon másképp élnek, mint én, üljünk le és így szemtől szembe beszélgessünk el. És felhívtam a Gulyás Mártont, és azt mondtam neki, hogy nézze Gulyás úr, belenéztem a távcsőbe, és azt láttam, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak ön a tőlem legtávolabb eső volt. Kérem, üljünk le, beszélgessünk. Én nagy szeretettel meghívom önt egy ebédre. És azt mondta, hogy Kassai úr, nagy tisztelettel elfogadom. És mi gyakorlatilag eltöltöttünk majdnem egy napot.
boroztunk, beszélgettünk, ebédeltünk, és át tudtunk beszélni dolgokat. És akkor azt mondta Márton, csináljunk erről egy filmet. Én csak ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert mi nem a filmért jöttünk össze. Lett egy film, mert ő azt mondta, hogy ez egy nagyon sikerült beszélgetés volt, csináljunk ebből egy filmet, és csináljunk még egyszer. Jó, de nekem nem az a fontos. Nekem a face-to-face a fontos, azt, hogy üljünk le. És én még hívtam meg embereket, olyan embereket, akik nagyon másképp gondolkodnak, mint én, üljünk le, mert ha elkezdjük egymást dehumanizálni, és minden esélyét ennek a párbeszédnek eljátsszuk, akkor belünk az ég egyadta világon semmi nem lesz. Ezt higgyék el. És én azt mondom, hogy annak a filmnek nem volt egy rossz visszhangja, ugyanis le tudtunk ülni, és értelmesen el tudtunk beszélgetni úgy, hogy közben szinte semmiben nem értünk egyet. De hát ezek az erők mozgatják és alkotják az országot, és ezek az erők alkotják és mozgatják a világot, és ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. És elfogadták a meghívást? Hát látta a filmet. Legalább föltehette a sok provokatív kérdését, hogy azért vállalta el. De tegye. Nem. De hogy nem. De tegye. De hát... Teljesen korrekt volt. Nem is lenni a kérdés, amit elmondott ezzel kapcsolatosan. A kezdeni a Gulyás Mártonnal, mert azzal végeztünk, hogy itt mondták a többiek, hogy azért csinálta ezt, hogy feltegye a provokatív kérdéseit, de én azt gondolom, hogy ez még akár jó is lehet, mert hogy azt gondolom, tehát, hogy a másik oldal is megnézi, és meghallgatja, és akkor esetleg felfedezi, hogy na hát akkor ez nem is ez a... Figyeljek ide! Bocsánat, még az előző, hogy a Gyurcsányék miért nem hívják, én azt gondolom, hogy ha hívnak, gondolom szíves örömest elmenne, és ugyanezeket a dolgokat elmondhatná, és meghallgathatnák azok az emberek is, és akkor lehet, hogy elkezdeni gondolkodni, hogy hoppá. De én nem tartom kizártnak. Nézzük! Bocsánatot kérek, tehát olyan szinten vagyunk szétszabva kulturálisan, hogy tényleg semmit nem tudunk egymásról. Hát tényleg higgyék el, hogy a nagyvárosi emberek jelentős részének fogalma sincs arról, hogy egy vidéki ember hogyan él és hogyan gondolkodik. Higgyék el, hogy a baloldali, liberális gondolkodóknak egy jelentős részének fogalma nincs arról, hogy mi a történelmi hagyományőrzés. Nincs objektív képük. Érti? Nincs objektív képük a vidéki életről és gondolkodásmódról, nincs objektív képük a hagyományokról, nekik az rossz. Értik? Hát az olyan, amit nekem el kell utasítani, mert be fognak mutatni a tévéiradóba egy olyan filmet, ahol egy kaftános, magyar süveges fiatal ember egy zsidó zászlót éget. Na, ezek a magyar hagyományőrzők. Érti? És akkor az egész ország megbotránkozik, ez a szerencsétlen elkezd arról beszélni, hogy ő valami gyógyszert vett be, és ennek a hatására égette a zsidó zászlót, elindul egy magyarázkodás. És ezzel le van tudva egy óriási kultúra. És ők tényleg nem tudják, hogy itt mi van valójában. Értik? Tehát ők tényleg úgy képzelik, hogy a vidéki embert, most hogy én nem vidéki vagyok, én tanyasi. Hát 1 kilométerre van a következő ember tőlem. Értik? Tehát ezeknek a kultúráknak, és én ugye most itt ül egy politikus. Hát egy politikustól én nem várok el kompromisszumot. Érti? Hát egy politikus nem csinált olyan kompromisszumot, hogy hát most legyen kerítés, vagy ne legyen. Legyen, de 40 centis. Hát most van vagy kerítés, vagy nincs. És egy csomó kérdésben így van. Tehát egy politikus részéről, a önök, akik szavaznak az elődre, hát ezt nem várhatják el, hogy mindenféle ilyen kompromisszum. Ő képviselje azt az ügyet, amivel önök ezt az embert megbízzák. De egy kulturális szereplőnek teljesen más a mozgástere. Érti? Egy kulturális szereplőnek igen fontos kell, hogy legyen, hogy megismerjék azt a kultúrát, amit én képviselek. Mert az a baj, hogy nem ismerik.
És mindaddig, amíg nem ismerik, addig teljesen más gondolatuk lesz, és döntéseket fognak hozni. Egy kulturális szereplőnek felelőssége van ezzel kapcsolatban, és teljesen más mozgástere van, mint egy politikusnak. Nagyon sokszor engem felelősségre vontak, de hát én nem politikus vagyok, én egy kulturális szereplő vagyok. Nekem mindenek előtt és mindenek fölött ezt a kultúrát kell képviselnem. És mindenkivel szembe. Értik? Míg az elődnek bizonyos politikai, gazdasági, filozófiai, kulturális értékeket kell képviselni, mert neki van egy szavazóbázisa. Értik? A kompromisszum és a mozgástere neki sokkal korlátozottabb. Nem is lehet másképp. Nem is lehet elvárni tőlük azt, hogy ilyen beszélgetések kialakuljanak, mert nem tud kialakulni, mert annyira más dolgot képviselnek, de én ezt a kultúrát képviselem, és ezt a kultúrát minden körülmények között, és mindenkivel szembe képviselem. Teszem ezt Szaúd-Arábiába, teszem ezt Magyarországon, a legnehezebb, és a világ minden részén. További két kérdésre bátorkodik-e valaki, akár a hátsó sorokban? Anikó? Én azt szeretném megkérdezni, Kassa Lajosnak voltunk mi a Völgyben pár éve, és azt figyeltem meg, hogy a lányokat mintha jobban érdekelni a lovasíjászat, illetve ezeken a versenyeken is főként a lányok diadalmaskodnak, és én próbáltam ennek a hátterét is nézni, hogy például a lányokat, akiket ismerek, hogy gyakorlatilag, mintha az őseik között lenne olyan, aki nagypapa vagy valaki, például konkrétan két lány van, akinek az őseik között voltak olyanok, akiknek volt lovuk. Meg azon is gondolkodtam már, hogy nem-e a férfi kép hiányzik nekik, a férfiasság, és hogy azért lovagolnak, hogy erről legyen szíves mondani, illetve a magyar néplélekhez, hogy miért vonzódunk mi annyira a lovakhoz, magyarok többsége. Köszönöm szépen! Szaúd-Arábiában ott teljesen el vannak különítve a nemek. Tehát gyakorlatilag én ott nőkkel nem találkoztam Szaúd-Arábiában. Egy nagyon hát nézzék, utazgathatnak a világba, és vannak országok, amik mások. Biztos ismerik azt a viccet, hogy az öreg széke elmegy az állatkertbe, azt kérdezik, hogy na, mi? Hát, zebra. Az milyen? Hát lovat láttam? Hát láttam. Na, az olyan csak ilyen csíkos. Aztán mi volt még? Hát zsiráf. Hát az olyan, mint a ló. Tudod, milyen a ló? Tudom. Na, az olyan csak hosszú nyaka van. És volt még valami? Hát volt. Víziló. Hát lovat tudod milyen? Hát ez nem olyan. Hát Szaúd-Arábia az nem olyan. Tehát azért az egy elképesztő. Na, az nagyon érdekes, mert a Lexus Jeep-ek és a Mercedes Jeep-ek, és van egy nagyon érdekes arhaikus társadalom. Érdekes volt ezt megélni, hogy ott nincsenek nők. Tehát nagyon én úgy összevesztem a feleségemmel, mikor hazajöttem, én mondtam, hogy ez olyan jó volt. Olyan letisztult volt, olyan nem volt csacsogás, hogy én nem is vettem ezt észre. Tehát az ember kimegy nagyon célirányosan, pálya, lovak, stb. És ezek az emberek ott a sivatagban élik az életüket, és egyszer csak felállnak a férfiak, és imádkoznak. És mindenki. Kezet mosnak, lábat mosnak, és imádkoznak. És leülnek halálfegyelmezetten, a gesztusaik, a nem tudom micsoda. Ez a tradíció. Ugye most szét kell bombázni ezeket a társadalmakat. Én mondtam nekik, hogy itt nem lesz megállás, drága gyerekeim. Tehát a nők, ugye? Tehát, hogy a lovasi jászatban. Előadást tartok, ez már Kuwaitban volt, ez nem Szaúd-Arábiában volt, és ott volt három nő. Lefüggönyözve, ahogy kell, külön asztalnál ülnek. És
jött valami ilyen irányú kérdés, és mondtam nekik, hogy nézzék, a lovasi jászat a harci művészetek királynője. A lovasi jászat egy nagyon feminin harci művészet. És a tolmács, aki mindent fordított addig, síri csönd, és így rám néz, azt mondja, én ezt nem fogom lefordítani. Hát de mondom, fordítsa csak le. És akkor ilyen félve lefordította, és ilyen a lélegzet megállt a terembe. Hát pedig, drága hölgyeim és uraim, ez így van. A lovasi jászat nem a nyers erőre épül, ez nem egy súlyemelés, ez nem egy birkózás, ez nem egy MMA, ez a ritmusra, az egyensúlyra, a harmóniára épül, és hát ebben ők nagyon jók. Tehát a nők nem nyernek versenyeket, ezt nem tudom, hogy hol látta. Tehát még nem nyernek versenyeket. Ja, nemzeti vág, de ott lovasi jáztak? Bocsánat, hogy tényleg, ugye? Csak a lovas versenyek. Csak a lovas, igen, hát ott nem. Tehát a, na most ott megállt a levegő. Ott megállt a levegő erre a mondatra, hogy én ezt mondtam. Pedig ez így van. Ez egy femini harci művészet és a harci művészetek királynője, mert nem a nyers fizikai erőnek van itt szerepe, hanem annak a harmóniának, amit én a lovammal ki tudok alakítani, és bizony a nők ebben nagyon jók, viszont a nőkből hiányzik a fókusz. Csinálgatják, szerelmesek lesznek, és abba adják. Tehát nincs meg, a férfiban van valami, ami, tehát nekünk meg kell váltani a világot. Egy nő gyermeket hoz létre. Csodálatos gyermekeket hoznak létre. Tehát a nő önmagában egy kiteljesedett lény, képes arra, hogy egy életet adjon, szerintem ők önmagukban tökéletesek. Tehát egy férfi, nekünk ideológiánk van, ezért az ideológiáért küzdünk, ezekért az ideológiákért meghalunk, ezt a nők nem nagyon értik, mert ők gyermeket hoznak a világra. De hát a nők nagyon jók, és a nőkben minden tulajdonság megvan ahhoz, hogy óriási eredményeket érjenek el, de az a fajta fókusz, vagy az a fajta elhivatottság, ami a férfiakat jellemzi ezen a területen, az nem jellemző rájuk, azt mondom. Nem jellemző rá, nem az, hogy nincs, hanem nem jellemző. És itt azért a tömegek ebben az irányba billennek el. És a néplélek, a magyar néplélek, a lóhoz, hogy ennyire kötődik? Figyeljenek ide! Tehát beszéljünk tisztán! Az első világháborút megelőzően Magyarországnak 3 milliós lóállománya volt. Ma 60 ezer. Most 60 ezer lóra nem tudok egy lovas nemzetet fölépíteni. Értik? Olyan lóakra meg pláne, ami most van. Nem tudok. Tehát, hogy azért ezt a kommunizmus nagyon megtépáztam, ezt az országot. Tehát itt 1991, nem is tudom mennyi lehetett, meghívtak egy bemutatóra, ez valahol Veszprém környékén volt, és a lovam egy istálóban volt elszállásolva, és ott egy rókavadászatot tartottak, megjelentek a sznobok a lovak körül. A ló valamikor hozzátartozott az arisztokráciához, de a lóval való kapcsolatban volt valami nemesi dolog. Tehát abban volt valami státusz. És az új gazdag réteg ezt felfedezte. Tehát ő nem azt a lényegét próbálta megfogni, hogy bizalom és tisztelet, és nem tudom, hanem ez egy státuszszimbólum a ló. Hát kik voltak ezek az emberek? Hát akik a politikai hatalmukat gazdasági hatalomra váltották, 1991-2-t valamit írunk. És hát én reggel 6-kor kint voltam az istállóba, még egy történet hozzátartozik, hogy erre a róka vadászatra egy gróf és egy grófnő meghívott vendég volt Németországból. Meg a mi arisztokráciánk. Reggel 6-kor kint vagyok az istállóba, takarítom a listálat, pucolom a lovamat, és két alakot látok a listáló bejáratánál, a gróf és a grófnő. Can I help you?
fogták a szerszámokat, elkezdték az istállót takarítani, elkezdték a lovakat pucolni. 10 órakor, mákosan, karikás szemekkel, hol a lovam? Megjött a magyar arisztokrácia. Az árcédula a hülye gyerek nyakából így lógott a lovag öltönyéből. Értik, hogy honnan kell nekünk elkezdeni dolgozni? Honnan kell visszajönni? Ha van még záró kérdésre jelentkező, akkor átadom. Hűha! Tudnélik, nagyjából így ekkora vagy, ennél kisebb lehettem, amikor először fogtam egy kassai íjat, és ez az előadás ez nem csak hozzám szólt, hanem a múltbéli, a gyermeki énemhez is. És nemrég ünnepeltük a párommal az évfordulómat. És be kell vallanom, bár lehet, hogy holnapra már halott ember leszek, de erre az előadásra 10 év múlva is jobban fogok emlékezni, mint az évfordulónkra. És ahogy látom, hogy ha rajtam múlna, akkor még napestig itt lehetnénk, viszont ahogy nézem az időt, tényleg már ugye a legtöbben távozni fognak, ezért én csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm. Tényleg köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy ennek a részese lehettem. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt voltam.